Melyik állagot kedveled a legjobban? Nyúlós, ragacsos, ropogós, stb. Kívül ropogós, belül lágy. Aminek nem tudtál ellenállni az iskolai büvében, túróstáska. Étel, amitől jobb hely a világ. Na hát, ilyenből több van. Hát ugye már mondtam a francia konyhát, nekem a kis az olyan, hogy bármikor, bárhol. Az megint egy olyan dolog, hogy többféleképpen intuitívan lehet elkészíteni. Jó, hogy van az eredeti, a kis Lorraine, aminek van receptje, nyilván meg is néztem. Egyébként ezekhez a francia receptekhez úgy jutottam közel, hogy 20 éves koromban Dijonban karácsonyoztam, ugyanis nem volt pénzem hazajönni Brüsszelből, ahol tanultam. Egy francia barátom elvitt magukhoz Dijonba, egy óriási házat vezettek. És akkor én az alatt a pár nap alatt, hogy ott voltam karácsonykor, először is etettek, isteni volt, és a szakácskönyveket bújtam. Tehát, hogy emlékszem, hogy kiírtam magamnak rögtön a kis, mert ez egy olyan élmény volt, hogy ez milyen jó. Úristen, de jó. Szóval attól jobb hely a világ, ha az ember kist tud enni. Meg egyáltalán egy friss francia croissant reggelire, ami még meleg, kívül roppan. Nekem ezek a jobb hely a világ. Utolsóra az maradt, hogy a legtökéletesebb dolog, amit valaha ettem, a kis. És épp azért a legtökéletesebb, mert bármilyen formában nagyon jó. Tehát nem csak az egy. Most beugrott, hogy én Londonban micsoda kist ettem. És ilyen teljes kiörlésű lisztből volt a tésztája, és volt benne valami keleties az egészben. Na mindegy, szóval ez a típusú étel, amiben sok jó, a sokféle összeér valami nagyon harmonikusba. És eszem és jól érzem magam. Hát süteményből is volna egy néhány receptjét. Lányomtól megkaptam, azt mondja, na anya, ezt csináld meg. Az a neve neki, hogy Mississippi's Mud. Egy amerikai recept. Iszonytató, sűrű csokoládé és őrület, és iszonytató mennyiségű tejszínhab is van rajta, tehát minden úgy rossz, ahogy van rajta, és valami isteni.